Sziasztok! A mai napon bemutatok nektek egy Jennifer Lopez inspirálta gyönyörű barna füstös szemet, amit nagyon egyszerűen el tudtok készíteni otthon. Egy barnás, krémes szemhéjfestéket. Ezt a szint fogom felvinni a szemhéjamra egy ecset segítségével. Gondosan eldolgozzuk az ecsettel. Másik oldalon, ugyanígy az egész személyet. Itt is próbáljátok arra figyelni, hogy inkább kifelé íveljen a satírotok. A szem külső sarka legyen hangsúlyosabb. És ebben lett egy ilyen nagyon szép, elsatírozott barna alapunk. Világosabb, rezesebb színt használok a mély idővonalban. Kifele ívelve, és megint csak eldolgozzuk. Finom mozdulatokkal. Azért is jó, hogy a krémes alapot használtok, mert sokkal jobban megtapad benne a por, így tartósabb lesz a sminketek. Ami az ecsetben maradt, a világosabb, bronzosabb színből, avval alul is kihúzom a szemem. Egy fekete szemceruzával a szemvilág tövét hangsúlyozom. De most egy kicsit tovább húzom a vonalat. Itt sem kell, hogy szabályos legyen a vonal, majd elsatírozom. Ugyanezt a másik oldalon, tehát kívülről indulok, haladok befelé. És itt egy picit már tovább húzom az ívet. Spirállal hangsúlyozzuk a villáinkat. Nyugodtan lehet intenzív hatása a pillanatnak. Jennifer Lopeznek mindig gyönyörűen tündöklő, bronzos a bőre. Pont ezért egy enyhén fénylő bronzosító pudert fogok használni. Egy másik jellegzetessége a sminknek a highlight, amit Jennifer Lopez szinte mindig használ. Amiket az arc élekre teszek. És ettől lesz ilyen igazán fénylő. Ragyogó a hatás. Picit az arra. Picit teszek ide a ajkam vonalat fölé. Teszek ide a szemöldök csont fölé is. Esetleg egy nagyon kevés ajakápolót, vagy szájfényt használjatok. És ennyi. Hát úgy gondolom, hogy ez egy tökéletes partismink.